Pakson a reggeli órákban a lakótelepen több helyen vízgőzben és vízben úszott az Árnyas utca. A Duna Center term szakemberei már nagy gőzzel dolgoznak egy meghibásodott csővezeték javításán. Szerda este érkezett a bejelentés a szolgáltatóhoz, hogy az Árnyas és a Szedres utca közötti vízaknából nagy mennyiségű gőz tör felfelé. A probléma orvoslásának csak akkor tudtak nekiállni a szakemberek, miután az éjszaka folyamán a vezeték távhőjét 105 fokról visszahűtötték 65 fokra. Ezáltal a lakótelep több utcájában, mint egy 4-500 lakásban visszavették a melegvizet és kikapcsolták a fűtést ma reggel. Reggel tudtunk kizárni, kiderült, hogy az egyik szakaszoló tolozár peremtömítése fújt ki most a mostani munkák azok úgy történnek, hogy le lett a tolózárat, peremtömítések tisztítása vagy peremek tisztítása történik, és újra vissza lesz rakva a pazzarab, és újra indulunk. A javításon nagy erőkkel dolgoztak reggeltől estig. Az építők, az árnyas, a szedres, a fenyves, a pollák és a kesztenyés úton egész nap nem volt fűtés és meleg De estére minden lakótelepi lakásban újra visszaállt a rend.